akinek azt mondtam, hogy szerintem egyszer biztos játszottunk már Bécsbe a Quimby-vel közösen, arra emlékszem, kifejezetten még a helyre is. Mivel én elég sokat járok Bécsbe koncerteket nézni, ezért egy kicsit így összefolyik az, hogy mikor voltam itt zenészként, és mikor voltam itt nézőként. A Kispi még arra sem emlékezett, hogy egyáltalán voltunk itt. Szeretem a klubkoncerteket, meg hogy mondjam neked. Nekem ez egy ilyen felüdülés, egy picit ilyen néhány percre így fiatalomnak érzem magam, amit valójában vagyok. Nagyon élvezem, meg jó a társaság a színpadon, így földob engem. Nosztalgia, stb. Mondhatok ilyeneket? Nyugodtan. Gáz? Nyugodtan. Nem, valami ilyen. Egy kis időre, és aztán ezek a klubok azok, ahol a zenekar a legtöbbet játszott annak idején is. Tehát ez a közeg az, ahol a legotthonosabban mozgunk, és a legtöbb rutinunk van abban, hogy itt hogy kell koncertezni. Tehát az MVM Dome az sokkal nagyobb, ilyen értelemben sokkal nagyobb falat, tehát sokkal kevésbé lesz magától értetődő, hogy ott mit kell csinálni, mint egy ilyen helyen. Tehát itt azért, ahogy a Kispis mondja, egy csomó régi reflex előjön, hogy ez milyen, és inkább egy régi ízek bukkannak föl. Ez valószínűleg azért is választottuk ezt, meg nyilván közben meg azért, mert hogy a közönségünk is, meg mi is ezt érezzük a Kispál zenekar igazi közönjének talán. Az nem véletlen, hogy a Kispál amikor igazán aktív volt, mert most azért már ilyen aktívak vagyunk, de inkább ilyen nyugdíjas aktívak vagyunk. Hát ebben az évben mondjuk van 20-valány koncertünk, az nekünk már sok, tehát hogy ilyen 2010 óta nem volt. Sőt, már 2010-ben sem volt ennyi. Tehát, nem volt ennyi. De hogy inkább az volt a rendes működésünk, hogy volt évi 70-80 koncertünk, vagy akár még 100-120 is, és hát azt szerettük, hogy így megyünk, és hogy nyilván az egy Magyarországon ez egy kétféle karrierút volt annak idején, hogy vagy csinálsz évente egy nagy koncertet, vagy csinálsz sok kicsit, és akkor mi a sok kicsi mellett döntöttünk, és tulajdonképpen ez az egy nagy sem volt tervevéve, azt meg kell, hogy mondjam, hogy mikor ezt az évet terveztük, 24-et, akkor az én fejemben, mert ugye azért általában én szoktam ilyen stratégiát kidolgozni, hogy mi állna jól nekünk, én azt gondoltam, hogy csináltunk tavaly egy lemezt, ennek azért kéne csinálni egy lemezbemutató turnét. És mivel egy új lemez egy ilyen időzenekarnál általában azért nem a
Tehát nem ezért jönnek az emberek, hanem nyilván azért jönnek, hogy meghallgassák azt a, pár lemezt, amit régebben írtunk. De én azt éreztem, hogy szeretnénk ezeket élőben is megmutatni azért, és egy ilyen, és akkor nyilván ezt nem egy nagy koncerten akartuk, hanem egy klubturné keretében. Tehát ez volt a terv, és akkor utána jött egy ajánlat, megkeresett bennünket egy promóter, egy MVM Dómos koncertre, és mivel az időpont is jó volt, ezért úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk. Mi sosem csináltunk még ilyen nagy koncertet, hogyha a parkot nem számoljuk, a tavalyi két parkot, ami ugye az is egynek indult, akkor nem, és a búcsú koncertet nem számoljuk. Most például Pecsába se akartatok, tehát nem volt sosem motiváció? Nem volt ilyen nagy koncert. A Pecs az egy nagyobb klub volt, tehát hogy a Pecsába befért, amikor még ilyen nem volt olyan durva a tűzvédelmi előírás, tehát a Westbalkán baleset előtt voltunk, akkor ott ilyen 3000 fölött engedtek be, utána már csak ilyen 2400-500. Valamiért azt gondolom, nagyobb a volumen. Az egy ilyen ideális budapesti nagyméretű klub. És a Szabadtere az nagyobb volt, az ilyen 5000 fölött volt. Ott játszottunk, de azért az inkább egy ilyen évi rendes nagy koncertnek elment, de nem játszottunk. Emellett bőven belefért az a másik 80 vagy 100 koncert, amit játszottunk egy évben. Kisebb léptékben gondolkodtam annak idején, én már mikor még Orfűn laktam, akkor a KBTV kiépülésekor arra gondoltam, hogy mindenkinek lenne egy otthon egy ilyen műsor, amit a többiek nézhetnének, és akkor aki a legjobbat csinálja, annál nyilván több lenne az előfizető, vagy a több lenne a kattintása. Hát a világfalu azóta ezt már fölülírta, ezt az elképzelésemet. Arra gondoltam, hogy mindenki ott nézhetné, hogy a szomszéd hogyan dug. Ugye? És erről írtunk egy dalt annak idején. Hát nem vagyok kíváncsi, nem én vagyok kíváncsi, csak számoltam azzal, hogy az emberek kíváncsiak, tudod? És milyen érdekes. Tényleg kíváncsi. Nem, hát senki nem néz pornót, meg nem veri senki otthon, meg semmi. Hát nyilván a nők sem maszturbálnak soha. Ezek nem mi vagyunk. Ránk ez nem vonatkozik. Mi vagyunk a jó fejek, ne ügyeskedjetek. Csak mi ez a misszionárius puszba és szigorúan csak kevés előjáték és gyermeknemzés. Na, erről van szó. Küldöm ezt a dalt megint csak mindenkinek, aki szereti. Mi jön? Ahogy nézem a többi zenekar működésünk, de egy ilyen szorgalmas zenekar voltunk. Tehát hetente mindig elmentük próbálni, nem voltak jobb ötleteink, próbáltunk. Nem, rengeteg. Hétközben a próba, be a buszba, indulás, mint egy munka, úgy próbáltunk, meg volt, hogy hánytól hányig, akkor elmentünk. De jó volt csinálni, és ettől jöttek az ötletek, tudod, a sok azért, próbáltunk, nyilván, amikor nagyon intenzíven próbáltunk, és még családunk sem volt, akkor nyilván azért tudtunk évente egy lemezt csinálni. Ugye az első 4 év az úgy telt el, hogy egymás után csináltunk 4. Tehát amikor az első lemez megjelent 91-ben, utána hogy egymás után csináltunk 94-ig 4 lemezt, ez azért volt, mert hogy próbáltunk. És aztán utána már jöttek, akkor kiszállt a Ricsi, akkor visszaszállt, akkor közben mindenkinek családja lett, meg építkeztünk, meg gyerekek születtek, hát ezek a szokásos ilyen magánéleti körök. És akkor nyilván lettek más prioritások is a zenekar mellett, amit szerintem egyikünk sem bán, mert hogy Magyarországon azért főfoglalkozású, főállású rockzenésznek lenni, az egy ilyen vicces dolog. Mi ezen a nyelvterületen tudtunk működni, meg hogy nem volt mögöttünk semmilyen komolyabb infrastruktúra, amivel kifelé tudtunk volna mozogni. Emiatt nagyjából behatárolt volt az, amit elérhettünk, és ezt nagyjából azokkal a módszerekkel, azokkal a kisipari módszerekkel értük el, ahogy azt nekünk jól esett. Tehát, hogy nem, közben nem kellett így eladni magunkat, meg nem kellett így nagyon belefolyni ebbe a magyar ilyen fura, ilyen mainstream, milyen kulimászba. Most így ezt még így emelt fővel lehet így vállalni talán. Csak a MVM Dome az most kihívás, miért ne egyszer élünk itt, ezt hogy tudnátok megfogalmazni, hogy így, ezek, hogy álltok meg? Ezek szerint nekem ezek mind benne vannak, igen. Egy új kihívás, tehát hogy ezek a koncertek, ezek
inkább zenei szempontból érdekesek, hogy magunkat elszórakoztassuk, erre is elég sokat próbáltunk, egy csomó mindent átírtunk. A közönség ezt nem szereti, de mi szeretjük. Tehát ez inkább egy ilyen zenei kaland. Amikor az MVM-et csinálod, az egy ilyen más, az olyan, mint egy kicsit, mint egy ilyen színházi előadás, hogy mindennek megvan a helye, ennek itt kell, akkor neked ott kell állni, akkor ott gitározol, és akkor jó, hogyha közben meg benne marad valahogy az elszabadulás lehetősége. Tehát valahogy úgy kell kitalálni, és ez egy nehéz dolog, hogy így koreográfia, van valamiféle látomás, jó esetben nekünk is, jó, rosszabb esetben csak a rendezőnek, mert ezekre a koncertekre mindig... Megint Bodó Viktor akár? Nem, most a Dani Parkos koncertünket csinálta, őt kértük meg megint, és inkább ez elsősorban az én vállamról veszi le a terhet, szóval nem, mondjuk nem az Andráséről. Nem, a Lóviásokat vállalt ezeket az újításokat, most nem akarom itt fényezni, hogy valami, amilyen zenei vagy egyéb ötletek voltak, mindig a Lovinak a fejéből pattantak ki. A népzenét a zenekarból, vagy ezt a csendesebb műfajt. Tehát szóval a Lovi az ilyen, szerintem ő előre gondolkodik, ami... Tehát rajta nyugszik, és ez jó, hogy most le lesz véve. Hát időtök van, mert december 30-áig azért még van idő ezt így formálni, csiszolni, egyeztetni a rendezővel, Danival. Dani olyan típusú csávó, hogy az első próbától kezdve ott van velünk. Határozott elképzelése vannak, tehát ott egy picit én is vissza tudok csúszni abba a státuszba, amiben az Andrásik vannak, hogy ott én is azt mondom, oké, mondjad, mit csinálj. És nyilván bele tudunk szólni, és nyilván tudjuk valamennyire formálni. De nekem nagyon jó, hogy valaki van, aki ezt átlátja, ezt az egészet, és abban a pillanatban, amikor az embert minden egyes munkafázisban, minden egyes ilyen nagyobb projektnél van egy pont, ahol eljön a káosz pillanat, amikor eljön az összeomlás, és na, basszus, ebből nem fog kijönni, besokkalás, és ez nagyon jó, hogyha ezen a káoszon valaki átvisz. Tehát, hogy... És azt mondja, hogy tessék itt a kezem, és akkor fogjátok meg, és akkor kiúznak belőle. Ráadásul tehát, hogy... van egy koncepciója, ez nagyon sokat számít valakiről. El lehet árulni valamit erről esetleg? Nem. Fia, olyan szinte nem lehet elárulni, meg én sem tudom. Tényleg, van ötletünk van már, tehát vannak ilyen tapogatózások részünkről is, hogy volt már ilyen ötletből, hogy körülbelül mit akarunk, körülbelül mi legyen a mondás, hogy mi történik ezen a koncerten. 360-as színpad lesz? Nem. 360-as színpadban egyetlen egy nagy baj van, hogy ahogy én most eljárok az MVM koncertekre, pont ezért, mert ez egy új helyszín. És a magyar hangtechnika, például a Depeche Mode-on voltam, elképesztő jól szólt. Magyar koncerteken voltam, mindegyik nagyon rosszul szólt, talán még az utolsó Carson Com az egész jól szólt, az alja az katyvasz volt, de úgy egész jól szólt már. Tehát hogy az aréna is 10 év volt, mire megtanulták a magyar technikusok, hogy körülbelül... Ez egy szakma. Tehát igen, ez... és mivel nincs az a fajta nagyon célorientált iparszerű működés, ahogy mondjuk a Depeche Mode 30 vagy 40 éve, és itt ez a kézműves ipar, és az időben... Ez az meg, neked ezzel kéne foglalkozni. Tele kell rakni a fáskamrát, tudod? Tele kell rakni a fáskamrát. Ja, majd az MDM Dómot, MVM Dómot is majd meg. Tehát MDM... Nem, meg... MVM. MVM. Ne mondjál hülyeséget. Menjünk próbálni. Csak előbb teletesszük a fáskamrát. Meg majd az MVM Dómot is. Gyertek el a Kispál és a Borsz koncertjére! 20-24. december 30-án Budapesten, az MVM Domban. Jegyek kaphatók az eventim.hu-n. Ja, még nincs tele a fatároló. Az igaz, de még az MVM Dom sincs. Azt reméljük, hogy azért decemberre már lesznek tapasztalatok. Én járok és nézem, és azt gondolom, hogy az, hogy 360-os a színpad, és körbe kell hangosítani, az egy sokkal nehezebb helyzet. Hangosítási szempontból, mint az, hogy van egy front, és az kifelé mögötte nem szól olyan jól, vagy hát szól, ahogy szól, de egy irányba vannak irányítva, nagyjából egy irányba van, de legalábbis nem 360 fokban vannak irányítva. Tehát, hogy ezt nem játsszuk meg, ez egy túl, nekünk ilyen, olyan értelemben túl nagy falat, hogy ahhoz, hogy 360-as fokos színpad legyen, ahhoz fülmonitort kéne használni. Mi nem használunk fülmonitort. Én biztos, hogy nem tudom. Tehát használtunk, volt egy idő, hogy megpróbáltuk, és
Én például azért használok, mert nem hallom a közönséget, nem hallom a... Nem úgy hallom, ahogy kell. Nem hallom, hogy mit kell csinálni. Nem, tehát olyan, mint egy fejemben lenne egy sajtbúra, és akkor ott a sajtbúra alatt egyedül vagyok. És nem hallom a zenészeket sem úgy, a zenész kollégákat sem. Ja, én úgy érzem, hogy egy vákuum vagy mi volt nekem. Úgy éreztem, amikor én egyszer kipróbáltam. Pedig én ezt a dongot szállítom. Szóval ez mi már szerintem öregek vagyunk. Most is úgy van, hogy a hátsó sor az full monitort használ. Tehát a Hunor nem használ semmit, de a Feri meg a Dio, ők full monitort használnak. De mi ketten az öregek, mi nem jártunk. Amikor a Ferinek annak kell is hallani a tempót beadja, hogy a számítógép nem jut, hogy úgy legyen. Meg ők már fiatal generáció. Én egyszer próbáltam, és úgy éreztem, hogy mint amikor az ember a vasúti sínre lép, de ellenkező irányból jön az Intercity. Azt szeretném, hogyha az MVM Dome úgy sikerülne, hogy tudom én a koncert után 10 évvel azt mondjam, hogy na, az jó sikerült, az egy jó buli volt. A Búcsú koncertre is így emlékszem, úgyhogy az végül is jó. Tehát a tét az nagy, mert már tudok egy olyat, ami úgy sikerült, ahogy szerettük volna 2010-ben. Nekem nincsenek ilyen elképzelés, én csak azt szeretném, hogyha a zenekar jó lenne, jól érezni magunkat. Én ezeket nem látom már, tudod, ezeket a részleteket. Én ez a magam 25-i kujjában jó, nem. És nézőként volt-e mondjuk olyan koncert, ami azt mondod, ez azért persze, volt? Persze, hogy voltam. YouTube-on rendszeresen fenn vagyok, mert nem ülnek elém, és nem kell egyet venni. Sziasztok! Köszi szépen!